mihez kezd a sokkos állapotban? Hát nagy a feszkó. I'm all in. I'm all in, azt mondta. És számolás van. Számolás ne van, kell számolni. Igen, óriási Péter kérdés ugye Pepének, mert hogyha ez a 9-es párral megadja, akkor eldőlhet a 165 000 eurós sorsa. Ugye hát ez egy egészen gyenge 85 000 eurós leosztásról beszélünk. Igen. Nem olyan sok pénz az végül is. Megszámolják tehát a zsetonokat. Jelen állás szerint nem, nincs 25 millió forint, vagy maximum annyi környékén van, tehát tulajdonképpen. Megadja! És megadja! Gerencsér Péter! Megadja Josef Klinger! Tartsatok hívását. Ki kilencesek! Tartsatok ki kilencesek! Itt van ez a fiatal ember egy óriási torna győzelem előtt, és itt van az ő édesanyja. Tartson ki a 9-es pár! Na, gyorsan vegyük akkor végig, tehát a Bubi nem jó Gerencsér Péternek, mint ahogy az ász sem, mert akkor magasabb pár lesz Klingernek. Ha jön egy 9-es, akkor nyugodtan hátradőlhetnénk azért. És minden más egyelőre neki jó, mert készen van a párja. Ne jöjjön Bubi, Luigi, ne jöjjön ász! Drukkoló. Nem akarok Bubit és ász látni, ott van egy Bubi! Ott a Bubi. Viszont sorhúzónk van. Egy 7-es és egy dáma. 7-es, dáma, 9-es. Igen, tehát 9-essel dríje van Gerencsérnek. 7-es, dáma, 9-es. Ezekre van szüksége. Így van. 7-es, dáma, 9-es. Sok jó autja van Gerencsér Péternek. Ász? Két jó. Pár Klingernek, azt a betyárját. 7-es, dáma, 9-es. Valamelyik ebből a háromból. Gerencsér Péternek hozhat egy óriási sikert. 7-es, dáma, 9-es. Ott a 7-es! Ez az! Megvan a 7-es! És megvan! Szép volt, Pepe! Gerencsér Péter megnyeri a Európia Challenge 2-t. Ott van Luigi! Az se semmi teljesítmény, felemeli, az is kemény. Lejött a 7-es, és sorral Gerencsér Péter megnyeri ezt a versenyt. Óriási! Így örül ez a fiatal magyar játékos, aztán megy ki a szurkolókhoz. Aki messze menőkig megérdemli. Édesanyjához érkezik. Ilyen egy igazi. Új generációs pókerarc, anyukája nyakában. Ez valami hihetetlen siker. Óriási tornát nyer Gerencsér Péter. Na hallgassuk meg a második helyzetet. A végén nagyon erős játékos ellen veszítettem, gratulálok neki, boldog vagyok. Nagyon szimpatikusan nyilatkozik Josef Klinger. Óriási siker számára, és elégedetnek kell lenned, mert nagyon kevés zsetonnal érkeztél a döntőasztalra. Igen, végig kevés zsetonom volt. Mikor reggel felkeltem, azt mondtam magamnak, hogy meg akarom nyerni ezt a versenyt, de némi csoda is kell majd ehhez. A végén persze, amikor már közel voltam hozzá, egy picit elszomorodtam, de összességében elégedett vagyok. Mondja Josef Klinger, a sok nagymester, aki tehát 85 000 euróval lesz gazdagabb, hiszen ennyi járt a második helyezésért a European Challenge 2-n. Viszont, ami sokkal jobb érzés kimondani, hogy akár csak egy Forma 1-es verseny végén, ott középen az a fiatal úriember Magyarországról érkezik, 165 520 euró a fődíj. És van neki blogja egyébként, ahol el lehet olvasni, hogy mit érzett, mit tapasztalt. Na hallgassuk, jól játszottam, nagyon boldog vagyok, ez életem legnagyobb sikere, mondja Gerencsér Péter. Hát minek is magyarázzuk túl ezt a győzelmet, hihetetlenül szép játékkal, remek döntésekkel. Gerencsér Péter megnyeri a European Challenge 2-t. Ezzel a jó hírrel búcsúzunk Vitézi Péter kollégámmal. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra. A műsorszám támogatója a partypoker.com.